Szevasztok, tehát 3.39 a megírási sorszáma ennek a dalnak. És hát visszaszámlálásban vagyunk. Mondjuk ez a mai dal, ez a 357-edik, tehát azt mondom, hogy 10, mert annyi van még hátra. Az a címe, hogy Másik jövő, és mielőtt belefognék, annak, aki még nem látta, vagy újra meg szeretné nézni, hagy büszkékedjek el avval, hogy megjelent a Lesz még itt fesztivál című napi dal klipje. Bércesi Robival írtuk meg végül is a Lesz még itt fesztivált. Sok más jó ötlet, sőt kidolgozott ötlet készült belőle, ezeket sorra be fogjuk mutatni. De ez a klip megjelent, 13 nagy fesztiválnak a After Movie-jaiból, a legjobb ugrálós, boldog fesztivál snittek vannak benne. Legalább ilyen módon idézzük meg, hogy milyen az, amikor élünk. Tehát, hogyha beírjátok a YouTube-ra, hogy lesz még itt fesztivál, akkor valószínűleg ez fog kijönni. Nagyon sokan megnézték, nagyon örülünk. Ezt a dalt, aminek az a cím, hogy Másik jövő, december 15-én írtam, és ugye a tavalyi évben, vagy az elmúlt évben voltak bennem szakaszok, amikor nagyon akart jönni a 6-8-ed meg a 3-4-ed. Igazából itt a 86 BPM-es mérő az 4-ben van, de a 4-en belül lehet majd érezni ezt a 6-8-adra hajozó keringőszerű osztást. Másik jövő. Nem bánom azt se, ha úgy érzed, érzelgős, nyálas vagy fellengzős épp ez a dal. Jobb lesz, ha közhely lesz az, amit most mondok, mintha az emléke végképp elhal. Nem bánom azt se, ha félre kell tennem a kényes jó ízlést, az iróniát. Belátom, lehetnék kevésbé fáradt, de öregszik hozzám az egész világ. Ha elhagyod magad, elnyel a semmi, kapaszkodj fénybe, úgy erőt tudsz venni, mielőtt a sötétség magába zár, képzelj egy más jövőt, jogodban áll. Jó lenne időnként másra is gondolni, például ott az a másik jövő. Képzeljük magunkat inkább most abba, hát hogyha az lesz az üdvözítő. Szirének jósdala leránt, ha meghalljuk, vészbanyák sóhaja káoszt üzen, de hogyha nem hagyjuk, felrántjuk magunkat a hajunknál fogva, mint Münchhausen. Ha elhagyod magad, elnyel a semmi, kapaszkodj fénybe, úgy erőt tudsz venni, mielőtt a sötétség magába zár, képzelj egy más jövőt, jogodban áll. Na, úgy gondolom, hogy zenei rész jön, tehát addig elmondani két dolgot. Az egyik, hogyha kimondom azt, hogy jogodban áll, akkor nekem nem az amerikai filmek jutnak az eszembe és a letartóztatási csúcsjelenetek, hanem a valamiért megszűnt Rádió C. A Rádió C-nek volt a legjobb szlogenje minden időkben, ez pedig így hangzott. Rádió C. Jogában áll hallgatni. Nagyon szerettem. A másik pedig, hát ez a Münchhausen, ezek a gyerekkori kedvenc meséim egyike volt. Münchhausen báró, egy nagyot mondó mesélő volt, és többek között azt mesélte el egyszer, hogy hogyan húzta ki magát a mocsárból, talán a kettészelt lovával a lábak között, azt szólított, a hajánál fogva, hogy húzta ki magát, hogy emelte, hogy rántotta ki magát. Tehát a hajunknál fogva, mint Münchhausen, Münchhausen az így került be. Na, biztos, hogy ennél hosszabb szóló nem volt a dalban, folytassuk. Úcsó, dupla verze, dupla refrén. Káprázat csupán a valóság, ne hidd el, pont erre kaptad a fantáziád. Színezd át, rajzold át, ne építs tébolydát, önmagad legyél a terápiád. Naponta próbálják kiölni belőled azt, amit gyermekként tisztán láttál, makacsul idézd fel újra és újra. Időz az akkori tudásodnál, ha elhagyod magad, elnyel a semmi. Kapaszkodj fénybe, úgy erőt tudsz venni. Ezt azért mutatom, mert ez a másik módja annak, ahogy ezt a refrént tagolni lehet. Idáig a szaporát mutattam, ami úgy van, hogy
Ha elhagyod magad, elnyel a semmi, kapaszkodj fénybe, úgy erőt tudsz venni, mielőtt a sötétség magába zár. Képzelj egy más jövőt jogodban, rajtad áll, ha elhagyod magad, elnyel a semmi, kapaszkodj fénybe, úgy erőt tudsz venni, mielőtt a sötétség magába zár. Képzelj egy más jövőt jogodban áll, a hatalmadban áll. Ugye itt mondtam egy olyat, hogy... jogodban áll, rajtad áll, csak rajtad áll. Lehet váltogatni, az alapképlet az az, hogy képzelj egy más jövőt, jogodban áll. Oké, na ez a más jövő, írjatok hozzá más zenét, másik jövő. Már címét sem tudom rendesen. Másik jövő, hogy másik zenét kérjél le. Szevasztok, nagyon várom azt, hogy mit küldtök még az utolsó szakaszban, a maradék 9 dal alatt finisként. Május 11-én meg fog jelenni a 360. szököddalunk, és utána még egy az évet összefoglaló lezárás, és ennyi volt az egyéves napidal játék, ami csodálatosan összehozott, hát 300 zenealkotót, kit-kit a maga szintjén, és több mint 2000 embert, aki követ minket, meghallgatja, miket csinálunk, megnézi. Jó kis társaság! Össze fogunk jönni az érvényben levő rendelkezések szigorú betartása mellett, egy nagy réten vagy egy másik bolygón. Szevasztok, a Covid ne legyen veletek. Puszit!